Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület ülésen megjelenteket, képviselőtársaimat, a hivatali apparátus vezetőjét, a hivatal munkatársait, irodavezetőit, intézményvezetőit és mindazokat, akik a meghívást elfogadva a mai képviselőtestület ülésen megjelentek. A jelenléti alapján megállapítom, hogy a mai képviselőtestület ülésünk határozatképes, mind a 9 képviselő jelen van, azt megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontok tárgyalására, a napirendi pontok elfogadására, amely az írásban kiküldött 8 napirendi pont megtárgyalását tartalmazza. Jelzem, hogy a képviselőtestület zárt ülést is tart majd a nyilvános ülést követően. A napirendi pontok elfogadását kezdeményezem tehát, mielőtt erről döntenék, megkérdezem, hogy van-e valakinek új napirendi pont tárgyalásra vonatkozó javaslata, ügyrendi felvetése, a tárgyalás sorrendjét illetően, esetleg különféléken belül olyan információ, tájékoztató, kérés vagy közlés, amely a képviselőtestület nyilvános ülésének keretén belül hangozhat el. Fel fogom majd vetetni. Tehát az átülés napirendi pontjáról most nem döntünk, arról majd egy új jelenléti aláírásával és napirendi megfogalmazásával az átülésen döntünk. Kérdezem tehát, hogy a napirendi pont elfogadható-e? Amennyiben igen, kérem készülnéssel jelezze, akivel egyetért. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 támogató szavazattal ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. Ennek keretében kezdjük meg a mai munkát. Első napirendi pont a polgármesteri jelentés, amely tájékoztatást ad a lejárt határidői képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést csupán két dolog miatt tennék. Mind a kettő egy tűzesettel kapcsolatos. Az egyik, amelyről szükséges, hogy egy rövid tájékoztatást adjak. Május 5-én a délelőtti órákban okozott némi riadalmat, hogy nagyon sűrű, fekete, gomolygó füst látszott a ipari park területén működő gumiégető üzemből, és ennek kapcsán én magam is a helyszínre siettem, és kértem tájékoztatást a cég vezetőtől. Ezt ő ott röviden és gyorsan elmondta, de ezzel együtt azt is igényeltem, hogy erről egy írásos tájékoztatás is kerüljön az önkormányzathoz eljuttatásra. Pontosan azért, hogy ebben mi magunk is tudjuk, hogy mi volt ennek az üzemzavarnak az oka, van-e valamilyen következménye, van-e valamilyen jövőre mutatkozó következtetése, illetve hát a hozzánk érkező lakossági jelzések, vagy kérdések, kapcsán is hiteles és megnyitó választ tudjunk adni. Ez egyébként korrekt módon még aznap megérkezett írásban, ennek a lényegét szeretném tájékoztatásképpen elmondani. Tisztelt polgármester úr, a regionális gumihasznosító erőmű május 4-én 16:33-kor karbantartásra leállt. Május 5-én a reggel órákban elkezdődtek a karbantartási munkálatok, amelyek a gumifeladó szalagrendszer kiindulási pontjánál zajlottak, és 9:39-kor tüzet észlelt a személyzet. Azonnali tűzriadó került elrendelésre, az oltást a személyzet a rendelkezésre álló eszközökkel, a beépített haboltórendszerrel, valamint a két sugárcsővel megkezdte. Természetesen ezzel egy időben értesítettük az illetékes katasztrófavédelmi szervet. Az erőmű rendelkezik egy speciális tűzoltórendszerrel, mely egy központi egységhez van bekötve, ahonnan azonnal átadásra került a jelzés a kivonuló tűzoltó egységhez Tiszaújvárosba is. A tűzoltók megérkezésekor már a személyzet megfékezte és eloltotta a tüzet, így a tűzoltóság részéről beavatkozásra már nem került sor. A tűzzel érintett terület két darab gumiszállító szalagja és annak környezete mintegy 20 négyzetméter. A jól látható füstöt ezen gumiszalagok égése és a közvetlen környezetünkben lévő anyagok okozták. Kiemelném, hogy a
Tüzelőanyag tározóban lévő gumikészlet nem volt veszélyben, személyisérülés nem történt, az anyagi kár közepes mértékű. A területen az esemény következtében megjelent és intézkedett a katasztrófavédelem, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal, környezetvédelmi és természetvédelmi főosztálya és a rendőrség. Jelenleg folyik a hatósági tűzvizsgálati eljárás, melynek lezártakor tudunk a tűz pontos okáról tájékoztatást adni. A havária során az erőmű egyéb egységei közvetlen környezete nem volt veszélyben, a keletkező füst hatásán kívül környezetszennyezés nem történt. Az ügy egyéb részleteiről vizsgálat lezárta, után haladéktalanul tájékoztatom önt, tisztelettel Szabó István ügyvezető. Csak annyit tennék hozzá, hogy persze mindig aggódva figyelünk, hogyha szirénázó autó, mentő, tűzoltó hangját halljuk, no pláne, hogyha ez látvánnyal is párosul. Ezért én azt gondolom, hogy kellő figyelmeztető az üzem tulajdonosainak és vezetőinek egy ilyen nem tervezett esemény, baleset, amely most hál' Istennek nem a technológiát és nem a gumimennyiséget, hanem csak egy karbantartási munkálatokat érintett, de azért én azt gondolom, hogy okkal és joggal kérjük a folyamatos kapcsolatot és a tájékoztatást az üzem területén előforduló bármilyen szokatlan vagy nem tervezett esemény vonatkozásában. Egyébként tehát ezt a cég vezetése korrekt módon megtette. A másik egy jelentőségében persze már a város életét érintően kevésbé fontos, akit meg érintett, annak meg borzasztóan az. Május 11-én az esti órákban a Bajcsi Zsinszki utcán a 9 szám alatt Polonkai Jánosné házában tűz keletkezett. Ez a tűz egy hát nem új konstrukciói tévé készüléknek a felrobbanása okán keletkezett, és szerencsére lélek jelenlétén múlva tudott segítséget kérni, és a szomszéd az Murvai Zsolt, aki ezt észlelte, és ő önmaga ment át, és a helyzetfelismerése bátorsága okán ezt a készüléket, égőkészüléket a házból kivitte, és a tűzoltást megkezdte. Első kísérletre nem, de másodikra már a saját a házából hozott poroltóval sikerült eloltani a tüzet. Mire a tűzoltók megérkeztek, akkorára nyilván a szobában jelentős kár keletkezett, de a ház nem égett le, nem keletkezett személyi sérülés sem. Ugyanakkor azért szeretném erre a figyelmet ráirányítani. Vélhetően az lehet ebből a megszívlelendő tapasztalás, hogy ezeket a régebbi készülékeket bekapcsolva hagyni úgy, hogy az nincs felügyelet alatt, akár még azért is, mert kimegyek a konyhába, hogy éppen a tyúknak adok enni, nem szabad talán kockatokkal jár, az idős emberek számára talán fontos. A másik pedig az a figyelem, amellyel másoknál keletkezett probléma kapcsán szomszédok, barátok, ismerősök által felismerte és azonnal intézkedéssel lehetett ezt a helyzetet így kezelni, megoldani. Itt szeretném ezúton is elismerésemet és köszönetemet is kifejezni Murvai Zsolt. Egyébként ő a Lovas Hagyományőrző Egyesület elnöke, lélek jelenlétének és a bátor tetrekészségének. Tisztelt képviselőtestület, ez a két esemény, amit szerettem volna megosztani tanulságképpen, okulásképpen a tűz veszélyezettséggel összefüggésben. Más részemről olyan, amit kiegészítésként elmondhatnék, nem történt. Jegyzőként kérdezem, hogy jogszabályi tájékoztatóhoz kíván-e tenni, bármit is jelzi, hogy nem. Alpolgármesternek volt-e olyan, amiről tájékoztást kíván adni, jelzi, hogy nem. Következenek a bizottsági elnökök tájékoztatói, bizottsági üléseztek, és a bizottsági elnöket kérem, hogy a saját hatáskörben meghozott döntésekről, vagy egyéb bizottsági munkájukat érintő fontosabb információkról adjanak tájékoztatást. Elsőként a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét, Vince Attilát kérem. Bizottságunk kedden ülésezett, nyílt és zárt ülést tartott, saját és általános hatáskörben döntést nem hozott, a hozott határozatokat pedig a adott napirendi pontoknál ismertetni fogom. Köszönöm szépen! Bizottságunk nyílt és zárt ülést tartott tegnap, a nyílt ülés keretében azokat a napirendeket tárgyaltuk, amelyeket most a képviselőtestület az ott hozott állásfoglalásokat akkor fogom ismertetni. Zárt ülés keretében 3 napirendi pontot tárgyalt. Javaslat települési támogatás iránti kérelem elbírálására. A bizottság 28 fő részére 255.954 forint összegben állapított meg települési támogatást. A második napirendként
temetési támogatás iránti kérelmet bírált el egy fő részére 25 000 forintban. Végül szociális étkezési támogatást állapított meg egy fő részére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Idősi Tanács nem tartott ülést. Most így arról tájékoztatást adni, hogy mi történt. Nincs szüksége és indok. Így az első napi rendi pont tárgyalási vitáját megnyitom. Akinek kérdése van, az írásban megismert, illetve az itt most szóban elhangzott információ kapcsán kérem jelezze. Igen, Olaj József kér szót. Köszönöm szépen. A két ülés között időszakban történt fontosabbak események kapcsán az utolsó mondatra május 11-én a Tövösz elnökségi ülésen vett részt a polgármester úr. Ezzel azért kapcsolódik, és a kérdés vetődik fel, hogy a legutóbbi polgártársban megjelent ugye hírt, ami ugye kitüntetést kapott a polgármester, ugye gratulálunk is hozzá, és ugye most a legutóbbi testületülésen is ugye tanúbizonysága is volt. Egyik közéletünket figyelő polgár kérdezte tőlem, hogy kérdezem már meg, hogy ez a felelősségteljes beosztása, és egyben ugye a megyei tagozatnak is a vezetője, hogy valahol ez polgár életében milyen előnyökkel, vagy milyen lobbizási lehetőséget tud ebben az érdekképviseleti szerv munkájában a polgármester úr kifejteni pályázatoknál, vagy bármi esetben, hogy mégis több éve, hogy ebben a területen dolgozik, közismert, és hát szeretnék tudni, hogy akkor ez a felelősségteljes beosztásnál úgymond milyen, mit tud profitálni polgárváros ebből. Köszönöm szépen, ennyi rövid kérdésem lett volna. Köszönöm. További kérdést? Úgy rövid választ tennék. A TÖSZ az a rendszerváltáskor keletkezett és a legnagyobb önkormányzatokat tömörítő érdekvédelmi szövetség 1700 taggal, amelyben a Hajdú-Bihar megyei érintettség, mert erre is kérdezett képviselőtársam, a Hajdú-Bihar megyei településeknek több mint fele a TÖSZ-nak a tagja, és a települések, megyenkénti települések választanak úgynevezett koordináló tagozatvezetőinek hívják ezt személyt, aki akár a településekről érkező jelzéseket gyűjti, tapasztalásokat az elnökség számára, az elnökségi álláspontok kialakításához rendelkezésre bocsátja, másfelől pedig a TÖSZ, amely a kormányzati munkában annak partnereként fontos szereppel bír, a kormányzati előterjesztések, törvények, jogszabályváltozások kapcsán igényli és kéri a TÖSZ-nak az álláspontját. Az más kérdés, hogy mikor, milyen mértékben veszi figyelembe, de igényli, és ezeknek az álláspontoknak az összegyűjtéséhez kell a végekről, az önkormányzatok mindennapi gyakorlati életéből szerzett tapasztalatokkal segítségül lenni. Tehát a TÖSZ-nak igazából egyfelől egy érdekvédelmi szerepe van, amely az önkormányzati érdekeknek a megfogalmazása. Ebben az elmúlt időszakban hát bizony-bizony volt rendesen hát jeleznivaló, ami a talán nem vitatható, hogy esetenként szokatlanul és túlzónak ítélt államosítási, központosítási gyakorlatnak az önkormányzatok a helyi autonómiára, helyi önállósága és önrendelkezésre való hatását fogalmaztuk meg. Másfél pedig azok a javaslatok, amelyek a kormányzat részéről az önkormányzatokra vonatkozóan megfogalmazódnak. Van jó néhány ilyen, legyen az a közmunkaprogram, annak azért jó néhány az évek során változtatott elemein a települések és a települések képviselőit ellátó TÖSZ-nak a hatása és befolyásaként került. Ennek most nem akarok részleteibe belemenni, de akár a közmunkaprogramok, amit egy mintát jelentő programokat is, jó gyakorlatokat is jelent, az a belügyminisztérium által támogatható. Hogy ebből polgár mit profitál, úgy szokták mondani, az információ az egy nagyon fontos hatalmi tényező is akár, és az információ úgy is, hogy időben érkezzen fentről lefelé, mint ahogy lentről is szükség, hogy időben felfelé érkezzen. Ezt a szerepet tölti be a TÖSZ, és ezen keresztül az az elnökség, amely minden megyéből a tagozatvezetőkön keresztül hát állt fel, mint testület. Ebben a testületben valóban immáron harmadik éve nagyon megtisztelő, hogy az elnököt helyettesítő egyik társelnök lehetek, amelynek kapcsán például, hogy mit profitálunk az információkkal, az Európai Uniós fejlesztéseket közreműködő szervként felügyelő testület, ez a, mindjárt keresem a nevét, milyen testületnek hívják, aminek tagja vagyok, ez a TÁMOP-nak a
Megtalálom mindjárt a jószót. Nem jut eszembe a testületnek a neve, amely igazából a folyamatot felügyeli, azokat a pályázati konstrukciókat, amelyeket meghirdetett a kormányzat, az érintettek, a kedvezményezettek, az önkormányzatok részéről különböző pontosításokkal, egyeztetési, ellentmondás feltárási lehetőséget próbálják jobbá tenni. Monitoring bizottság, bocsánat. Tehát az Országos Monitoring Bizottságnak a TÖOSZ képviseletében például jelesül a toppos pályázatok esetében én vagyok a küldöttje, a tagja, és a nagyon fontos információkat tudunk ott megszerezni kellő időben, amelyeket lehet hasznosítani akár a elmúlt időszakban általunk benyújtani tervezett pályázatok vonatkozásában, illetve hát a mai ülésünkön is van ebben. Összességében azon túl, hogy ez egy megtisztelő, felelősségteljes feladat, amelyben kell a települési érdekeket vinni országos szintre, és ebben tagadhatatlan, hogy a települések polgármesterei mellett a mi szakmai apparátusunk is gyakorta van segítségünkre egy-egy konkrét ügynek a megértésében, véleményezésében. Lásd akár mondjuk a gyermekeétkeztetés, ami nagyon fontos lett. Lásd egyébként az ügyeleti finanszírozás. Ezeket a jelzéseket szükséges és indokolt is vinni. Nem feltétlenül a magunk érdekében, hanem az önkormányzatok, az önkormányzati rendszer, a települések sokasága, halmaza érdekében. És még egyszer mondom, avval, hogy bizonyos információkat kellő időben tudunk megszerezni, vagy esetleg problémákat jó szándékkal a törvényalkotók asztalára odahelyezni, ebből mindenképpen városunk, de ne legyünk ebben önzők, hogy azért vagyok én a TÖOSZ társelnöke, hogy polgárebbért profitáljon, a települések összessége kell, hogy ennek a használt élvezze is lássa. És ebben a munkában valóban elért oda, hogy egy elismeréssel illetek, én ezt nagyon köszönöm, de amint ahogy elmondtam az előző testület ülésen is, ez nem a szememnek, a városnak, annak a közös munkának, amit a megyei települések polgármestereivel, illetve a munkámat segítő apparátusnak a tevékenységével érdemelhettem ki. Képviselő? Köszönöm szépen. Átérünk a véleményekre, észrevételekre, a javaslatokra, akinek ilyen szándéka van, kérem jelezze. Hogy az a monitoring bizottság, hogy nem tudott ezt? Nekem ellenőrző szó. Monitoring. Kérdezem, hogy kíván-e valaki véleményt mondani? Nem látok ilyet. Akkor döntéshozatal kezdeményezem. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, avval egyetért, kérem készenléssel jelezze ezt. Egyhangúnak látom, ellene volt valaki, talán tartózkodott a szavazástól. Nem látok ilyet, megalapítom, hogy a képviselőtestület teljes egyetértésben 9 fő támogató szavazattal elfogadta a polgármesteri jelentést. Rátérünk a második napi rendi pont tárgyalására. Ez az előterjesztés egy beszámoló a polgármesteri hivatal 2015 évi tevékenységéről. Ennek előterjesztője, városunk címzetes főjegyzője, dr. Vájné Antal Mária, előkészítését is ő irányította, és ebben részt vettek a hivatal irodavezetői és valamennyi munkatársa. Megtárgyalta ezt az anyagot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Feladatok és Ügyrendi Bizottság is. Az előterjesztőhöz, előkészítőst, irányítóhoz, összefoghoz fordulok, hogy szóbeli kiegészítést, felvezetést kíván-e mondani? Igen. Parancsoljon. Tisztelt képviselőtestület, egy pontosítással kezdeném az előterjesztés első oldalát. Itt a létszámunkra vonatkozóan a hivatal humán erőforrását elemezve 24 fős létszámból indultunk, és ebben felsőfokú végzettséggel 18 főt jelöltünk meg. Ez részben igaz ez az adat, hisz ez évközbeni változás következtében 2015. december 31-re már 16 fő lett. Néhány gondolatban összefoglalnám azért ennek az előterjesztésnek a mondani valóját. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kötelezően írja elő a jegyzőnek, hogy minden évben be kell számolnia a képviselőtestület felé a polgármesteri hivatal tevékenységéről. Ez az anyag áll most a képviselőtestület előtt. Feladatunk alapvetően két nagy részből áll, az önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátása, illetve az államigazgatási, közigazgatási, hatósági ügyeknek a végzése. 2015-ben alapvetően megváltozott a hivatal belső szerkezete,
hisz igazodnunk kellett a megváltozott feladat és hatásköri szabályokhoz. A korábbi 5 iroda helyett most már 3 irodában és egy titkárság nevű szervezeti egységben végezzük a munkánkat. Létszámunk is kevesebb lett a nyugdíjba vonulások alkalmával. 2015-ben 3-an mentek nyugdíjba, és ebből csak egy főnek nem pótoltuk kettőnek nem pótoltuk az álláshelyét. A hivatalban kétharmados a felsőfokú végzettségű dolgozók aránya. Nagy figyelmet fordítunk a képzésekre, amit képzési munkatervünk alapján végzünk. Ezek nagy része önképzés keretében és online vagy e-learning képzésben nyilvánul meg. Iskolarendszerű képzésben 2 munkatársunk vesz részt felsőfokú végzésben. Az elmúlt évben fegyelmi eljárás megindítására nem került sor, kitüntetésben 1 munkatársunk részesült. Lezárult egy 2012-ben elkezdődött munkaügyi vitánk, amelyben a felmentés jogellenségének megállapítására és egyéb anyagi követeléseire indított keresetet egy volt munkatársunk, melynek összege 8.438.775 forint volt. Ez a persorozat 1 éve lezárult, és a kúria, mint felülvizsgálati bíróság jogszerűnek minősítette a hivatal munkáltatói döntését. Az ügyirat forgalmunkban a hatásköri változások lényegesen követhetők, hisz 2012-höz viszonyítva 2015-re több mint 10 000 darabbal csökkent az elintézett ügyiratok száma. Ez a járási hivatalhoz, illetve a kormányhivatalhoz áttelepített hatásköröknek a következménye. A hivatal szervezeti egységei a következőképpen alakultak. A február 1-ével a hatósági iroda, a pénzügyi iroda és a műszaki iroda. A hatósági iroda feladatai keretében végzi az anyakönyvi igazgatással, gyermekvédelemmel, egészségügyel, szociális intézménnyel, az idősügyi tanács működésével összefüggésben lévő tennivalókat. Kiemelt és nagyon nagy elfoglaltságot jelentő terület az adóigazgatás, a szociális igazgatás és a közfoglalkoztatás. Ezekről most részletesebben nem kívánok beszélni, hisz egyéb előterjesztések kapcsán, illetve az írásos anyagban is elemeztük ezeket a területeket. A pénzügyi iroda tevékenységében a jogszabály változásokon kívül nagy változások nem történtek. Talán azt mondhatom, hogy ez a legstabilabb iroda, ahol a létszámban is fluktuáció nem nagyon jellemző. Örökös probléma itt is, mint a hivatal más területén, a folyamatos jogszabályváltozás és annak az informatikai követése jelent problémát, ami nem mindig ér össze most már a kincstár és a hivatali helybeni kapcsolatokkal. A műszaki irodán volt a legtöbb változás, innen ment 2015-ben nyugdíjba az irodavezető, az elmúlt évben részben megbízott irodavezető volt, és 2015. novemberben kapott irodavezetői megbízást Németh Máté munkatársunk. Azon kívül, hogy itt újra kellett szervezni a belső munkaköri leírásokat, feladatmegosztásokat is, több olyan új feladat jelentkezett, amit eddig nem végzett az iroda, gondoljunk csak a erdőművelésre, ami egy teljesen új munkaterület volt ezen az irodán, vagy a mezőri szolgálatnak a felállítása, a pályáztatás, a képzések, a tárgyi feltételek, a vizsgák megszervezése, tehát ez mind-mind olyan feladat volt, ahol új utakat kellett kitaposni az érintett munkatársaknak. A hivatali tevékenységgel kapcsolatosan a legtöbb feladat a titkárságon jelentkezik, hisz ez az a koordináló kis tím, amely az ülések előkészítését, a hozott döntések végrehajtását szervezi. Itt bonyolódik a hagyatékügyi intézés, a köznevelés, a kultúra, a sport, civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenység,
a polgári roma nemzetiségi önkormányzat ügyeinek vitele, a személyi adat és lakcím nyilvántartás, és a testület és bizottsági tevékenységhez kapcsolódó feladatok. A képviselő testület 2015-ben 19 ülésen 170 napirendet tárgyalt, 47 rendeletet alkotott és 139 határozatot hozott. A Humán Feladatok és Ügyrendi Bizottság 24 ülésen 206 határozatot hozott, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 114 ülésen 129 határozatot hozott. Külső szervek részéről 3 ellenőrzés történt az elmúlt évben. Én úgy gondolom, hogy ez egy objektív mérő, hogy külső szervek hogyan látják a hivatalban végzett feladatokat. Ellenőrzés volt a NAV részéről, ÁFA tekintetében, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal közszolgálati ellenőrzése történt még, és a kormányhivatal járási földhivatal a takarnat rendszerünk használatának a törvényességét vizsgálta. Egyik ellenőrzés sem állapított meg hiányosságot, jogszabálysértést. Én jegyzőként továbbra is azt tartom, hogy törvényesen működjön mind a képviselőtestület, mind a hivatalban folyó munka határidőben, hatályos jogszabályoknak megfelelően, hisz ezt a legnehezebb követni a mai gyors törvényalkotó folyamatban, és én magam is próbálok ennek maximálisan megfelelni, és ugyanezt elvárom a munkatársaimtól is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felvezető gondolatokat. Témára való ráhangolódást ez bizonyosan segíti, illetve hát akik a munkánkat figyelik, azok is talán, ha nem olvashatták végig ezt az írásos anyagot, akkor a jegyzői felvezetésből sok új ismeretet is szerezhettek. Ezt az előterjesztést megtárgyalták a bizottságaink, és most a bizottsági álláspontok ismertetésére kerüljön sor. Elsőként a Pénz- és Gazdasági Bizottság álláspontját Vince Attila elnök úr ismerteti. Bizottságunk a beszámoló elfogadását javasolja a képviselőtestületnek, és engedje meg a tisztelt képviselőtestület, hogy a bizottság nevében köszönetemet és elismerésemet fejezzem ki a végzett munkáért a polgármesteri hivatalnak. Köszönöm szépen, a Humán Feladatok és Ügyrendi Bizottság elnök és Tuba Józsefet kérem. Bizottságunk a hivatal munkáját jónak értékeli, a határozati javaslat elfogadását javasolja. Köszönöm szépen, az előterjesztés tárgyalási vitáját megnyitom. Első körben kérdések megfogalmazására, tisztázó, értelmező felvetések elmondására kerüljön sor. Akinek ilyen igénye van, kérem jelezze. Kíván-e valaki kérdést megfogalmazni? Nem? Akkor áttérünk a véleményekre, javaslatokra, észrevételekre. Bárminemű témával összefüggésben felvetődő megjegyzés, akinek ilyen szándéka van, kérem jelezze. Igen, Hatvani Zsolt képviselőtársunk kér szót. Most nem akarok olyan sok kérdést feltenni, illetve egyáltalán nem akarok annyit, mint a tegnapi bizottsági ülésen, de én úgy érzem, hogy a cipész maradjon egy kicsit a kaptafánál. Én a miután állatorvos vagyok, az ebboltásokkal kapcsolatos dolgokkal egy-két mondatot szeretnék csak mondani. Én úgy érzem, hogy az önkormányzat minden lehetőséget megragad és megcsinált, megtesz azért, hogy valahogy rendbe tudjuk tenni a kóborebeknek a problémáját. Ezt tegnap a bizottságülésen elég alaposan kiveséztük, és nem is akarok most erre különösebben kitérni, hanem én inkább a lakossághoz szeretnék szólni, miután, hát ez is bizonyos fokig a feladatunk, az eboltások, a veszettség elleni eboltások, azok általában május végéig lezajlanak, és minden 4 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen, akinek ebbe van, kötelező oltani, úgy, hogy előtte mikrocsippel kell megjelölni, amelyik még nincs megjelölve, mert már ez a folyamat több mint 3 éve zajlik, kötelező lenne. Sajnos nem mindenki törvénytisztelő, én azért hívom fel a lakosság figyelmét, hogy ha lehet, igyekezzenek. Polgáron 3 állatorvos is van, aki
polgári és végezhet veszettség elleni vakcinázást, jelentkezzenek az illetők, akár az átorvosi rendelőknél, akár házhoz hívással, hogy ezt a folyamatot végezzük el, amennyiben problémák adódnak, akkor akár abból, hogy az ebb megmar valakit, vagy megharap, ebből komoly szabálysértési büntetés történhet majd. Úgyhogy ezt próbálják meg elkerülni, és legyenek a lakosok az ebükkel kapcsolatban kedvesek is, és törvénytisztelők is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! További vélemények, képviselői felszólalások. Kíván-e még valaki véleményt mondani? Elmondhatom én is, mert nem vagyok előterjesztő, meg előkészítő sem, bár érintett vagyok a tevékenységben, és nagyon röviden osztanám meg a gondolataimat. Ugye az önkormányzatok világát és ezen belül a hivatali munkát is, a törvény által elért feladatunkat is az elmúlt években folyamatos változás érintette, és ezeknek a folyamatos változásoknak kell mindinkább megfelelnünk. Egyfelől, másfelől meg a helyi döntéshozói körnek, a képviselő testületnek az elvárásait, döntéseit kell végrehajtania, teljesíteni a hivatalnak. Nem könnyű feladat, és igazából minden évben erre a napirendi pontra sor kerül, és minden évnek vannak sajátos körülményei, ennek a jelenleginek is. De annyit talán lehet mondani, hogy az elmúlt nagyjából 10 év, amit polgármesterként irányítva és edzőáltal vezetve a hivatalt, azért mindinkább sikerül összecsiszolódni, és a munkát megítélésem szerint egyre jobban, hatékonyan, zökkenőmentesen folytatni, mert azt az alapelvet képviselem, hogy itt a dolgozók, a munkavállalók ne csak egy munkahelynek tekintsék ezt a hivatalban lévő létet, hanem bizony ez egy hivatás, a közszolgálata, ami sokkal több, mint sem, hogy valakinek van egy munkahely, ahol bejár, elvégzi a kötelező penzumot és hazamegy. Ebben nekem pozitív tapasztalásaim vannak, ez az apparátus ezt a szellemiséget egyre inkább érti és teljesíti is. Ugyanakkor valóban borzasztóan nehéz a folyamatosan változó körülményeknek is megfelelni. Nem jellemző ránk, már képviselőtestületre sem, hogy ad hoc módjára és évenként újra rajzolja a hivatali apparátust, a struktúrát, a személyi állományt. Kényszerből legutóbb 2010-ben tettünk ilyet, amikor egy költségvetési nyomás vagy szorítás közepette kellett létszámlépítést is végrehajtani. Hát nem volt egy könnyű és egyszerű történet. Azóta igazából az elmúlt 5-6 évben viszont leginkább a törvények változása, a hatáskörök feladatoknak a átrendezése vagy mozgása, ami okozta a szükségszerű szervezeti újragondolást, és hát amiről ez az anyag szól, ez is valóban a feladatok hatáskörök változása kapcsán született. Az a 3+ féliroda vagy iroda felállás, amelynek már most látunk kezdeti tapasztalásait, és talán lehet azt mondani, hogy szükségszerű és helyes irányzat volt, hogy a feladatokhoz ilyen irodai felosztást és struktúrát alakítsunk ki. Azért, mert jó néhány feladat elment tőlünk, nyilván egy része a munkatársakkal, akár az igazgatáshoz, a kormányablakokhoz, akár pedig az oktatás vonatkozásában is érintett bennünket feladat változás. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy figyelni kellett arra a finanszírozási körülményre, amely a feladat alapú finanszírozás kapcsán azt mondta, hogy egy ilyen településnek, egy ilyen nagyságú településnek, mint Polgár, központi költségvetés egy adott létszámra adja oda a finanszírozást. Ez kevesebb volt, mint amennyien voltunk az elmúlt években, és hogy ezt ne kelljen egy 2010 körüli szigorú, drasztikus döntéssel összhangba hozni, vagy keletkeztetni, az volt a szándékunk, szerintem helyesen, hogy ennek egy hosszabb kifutási időt adva próbálunk eleget tenni, és még ma is, de az elmúlt években pedig bizonyosan, többen voltunk a hivatalban köztisztviselői státuszban, mint amennyit egy mindenkori tárgyévi költségvetés elismert. Ez a létszámfinanszírozás volt, de egyre inkább közelítünk ehhez, most ez 23,4, jól tudom? Igen. És ugye, ahogy látszik az anyagból, egy picivel ebben még többen vagyunk, de volt
volt, amikor ettől még többen voltunk, és akkor azt a módszert alkalmaztuk, hogy időt adva a dolognak, és nem létszámleépítés, hanem természetes fogyással próbáltunk ennek elegetni tenni. Szerintem ez helyes irány volt. Ugyanakkor arról sem kell megfeledkeznünk, hogy kaptunk olyan feladatokat, amelyek korábban nem voltak az önkormányzatnál, de bizony nagyon komoly tennivalókat, nagyon komoly humán erőforrás lekötést, időt és hozzáértést igényel. Több példa között ezt jellemzően a közmunkaprogramra szoktam irányítani, mert nagyon jól bemutatható rajta, hogy közel 400 fővel kell foglalkozzunk, és amelyben a polgármesteri munkáltatójog mellett az apparátusra hárul a napi feladatoknak egy jelentős része. Azt tudom mondani, hogy ebben a létszámban minimum két fő munkaidejének teljes egészében közfoglalkoztatással foglalkozik. Van négy fő, akiknek a munkaidejének köztisztviselőként egy jelentős részét kiteszi a közfoglalkoztatásra való napi tennivalók ellátása, és ezeket ez a finanszírozási rendszer nem ismeri el. Nem mondja azt, hogy ha 10 közfoglalkoztatót adom, akkor egy fél státuszt adok, hogyha, vagy ismerek el finanszírozásba, ha meg 200, akkor meg 2-t. Erről nem vesz tudomást, és ezt mi folyamatosan jelezzük, akár az imént említett téma kapcsán, hogy mondjam, a TEOSZ-on keresztül is, hogy itt még finanszírozási problémák vannak, és bár volt, amelyeket már ez ügyben, akár közfoglalkoztatási programok végrehajtás ügyében megfogadtak és hallgattak a végekről érkezett felvetésekre, jelesül akár, hogy ez a 4 meg 6 órás közfoglalkoztatásoknak nincs értelme, meg annak se, hogy 4 hónapra, meg 2 hónapra, meg 3 hónapra csináljunk programokat. Ezeken hál' Istennek túl vagyunk, akár a alulról jött jelzések sikeres és hatékony felvetése okán is, de tagadhatatlan, hogy még szükséges ezen a rendszeren csiszolni. És itt az anyaghoz kapcsolódva, amely elég részletesen kifejti a közmunkaprogramnak a 2016-os tennivalóit, azt tudom mondani, hogy visszaigazolódni látszik az az erőfeszítés, amit a költségvetési koncepció és a költségvetési elfogadásokor mondtunk, nevezetesen, hogy egy új irányítási struktúrát kell ebben létrehozni, és az irányítási struktúrának a rendszerfinanszírozási problémáit saját források ráfordításával kell jobbá és teljesebbé tenni. Ennek vannak kezdő pozitív jelei, még akkor is, még ha összesen egy olyan 2-3 hónapnyi tapasztalat van a birtokunkban, hisz folyamatosan mi magunk is értékeljük ennek a közmunkaprogramnak és ennek a nagy létszámú humán erőforrásnak a napi munkáját, az irányítási gyakorlatot. Megítélésem szerint az irány helyes, de majd ezt egy év múlva biztosan bővebben és részletesebben fogjuk értékelni. És hogy ne legyen az én hozzászólásom se túl hosszú, és akkor, ha nincs más vélemény, akkor a jegyzőasszony döntés előtt még a reagálásra a lehetőséget használhatja. Én azt gondolom, hogy a mi apparátusunkban nem jellemző a nagy fluktuáció. Büszkeséggel mondhatom más településekről kapott jelzések alapján, hogy a település hivatalában a munkamorál az megfelelő, nincsen olyan feszültség, amelyet más településeken hallunk és tapasztalunk, amely akár a szakmaiság, akár esetenként a politikai nézetek miatt is kialakul. Ennek tudnék település példákat is hozni, de most hagyd ne tegyem ezt meg. Én magam is és úgy gondolom, hogy a képviselőtest is arra törekszik, ami a mi valódi feladatunk, ezt a várost szolgálni, az önkormányzati törvény figyelembevételével, a legjobb tudásunk szerint tenni az itt élőkért az önkormányzati feladatellátást testvéri döntéssel és a hivatali apparátus annak megvalósításával hozzájárul, hogy ez valóban egy ilyen pozitív véleménnyel is, mint amit a bizottsági üléseken megfogalmaztak, tevékenységgel lehessen illetni képviselőtestületi ülésen keresztül is. Magam tehát ennyiben kívántam ehhez a napirendi pont tárgyalásához hozzájárulni, és mielőtt a jegyző döntés előtti zárszót mondana, megkérdezem, hogy kíván-e még valaki véleményt mondani. Nem? Jegyző azt mondja, szükséges. Egy gondolatra kell akkor reagálnom, mielőtt megköszönöm a pénzügyi bizottság elismerését a munkatársaim nevében. Eboltásra visszakanyarodva, én úgy gondolom, hogy még nem lenne késő arra, hogy a rendelkezésünkre álló kommunikációs eszközökön hívjuk fel a lakosságot, akár polgártársaságban sem adtunk még erről egy felhívást ki az érintett lakosok részére, vagy a honlapunkon, vagy netán Facebookon is, hogy ebben tudunk itt közreműködni. Hát más reagálás nem volt a
Tessék, igen, Vince Attila kérdezett. Ehhez a mondathoz szeretnék egyetlen mondatot hozzáfűzni. Én a másik oldalról közelíteném meg. Onnan nézve, hogy milyen felelősséggel jár a kutya, mert a másiknak mennyi kellemetlenséget tudunk okozni azzal. Rendben van, hogy szabásértési eljárás, de hogy mit okoztunk a másiknak vele. Amennyiben nem tudjuk igazolni, hogy a kutya be volt oltva, mert igen, akkor ez komoly egészségügyi igen, problémákat okozhat, illetve azt megelőzve kellemetlenséggel jár. Ezt tegnap már hosszadalmasan átárgyaltuk. Én részemről köszönöm, köszönöm szépen. A napirend zárásaként döntéshozatalt kezdeményezek. Aki a hivatal 2005 évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, támogatja, kérem készüléssel jelezzen. Egyhangúnak látom, ellene volt valaki, esetleg tartózkodott a szavazástól, nem látok ilyet. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 támogató szavazattal egyhangú döntésként elfogadta a beszámolót. A harmadik napirendi pont tárgyalására térünk rá. Ez az előterjesztés, beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat 2015 évi, feladatok 2015 évi átfogó értékeléséről. Arról. Előterjesztője dr. Vájni Antal Mária, címzetes főjegyző, előkészítését is ő irányította, fogta össze. Az anyag előkészítésében részt vettek az intézményvezető köréből Tóth Árpádné intézményvezető, Icsu Ferencné intézményvezető. Kérem őket, hogy a napirend tárgyalásához, a tárgyalóasztalhoz legyenek kedvesek ülni, illetve Hágel József intézményvezető, ő meg a helyét elfoglalta. Hivatal részéről a szociális hatóságról a vezetője, Andorkó Mihályné irodavezető vett még részt a munkában. Az előterjesztőnek adom át a szót, aki, ha szükséges, akkor szóbeli felvezetést, kiegészítést, indoklást tesz. Tisztelt képviselőtestület, néhány gondolatban összefoglalnám az előterjesztés lényegét, hisz ez is egy évente visszatérő beszámoló, ami a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény előírása szerint kerül megtárgyalásra. Először egy érdekes demográfiai mutatóra hívnám fel a figyelmet. A polgárváros állandó lakosság száma 2015. december 31 napján 8035 fő volt. Ez évről évre csökken, viszont egy nagyon érdekes megállapítást is tartalmaz az anyag, hogy míg az összlakosság száma 12 fővel csökkent, addig 2014 évhez képest a gyermekek száma 51 fővel emelkedett. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon beszédes szám, hisz meghatározza az ezzel a feladat ellátással kapcsolatos tennivalóknak is a tennivalónkat. A feladat ellátásban, ami a gyermekvédelem területén jelentkezik, kiemelt szerepe van az önkormányzat által nyújtott pénzbeli természetbeni ellátásoknak, ezen belül a gyermekétkeztetés megoldásának, biztosításának. Jelentős feladata van a polgári szociális központ gyermekjóléti szolgálatának. Itt majd nem tudom a személyi tárgyi feltételekről esetleg intézményvezető asszony akar-e majd bővebb információt adni. Kiegészítő anyagot adott a beszámolóhoz az bölcsőde vezetője is. Én úgy gondolom, hogy nem sütném el előre itt a feladatokkal járó nehézségeket, nem poénkodásnak szántam, csak ezt így sütöttem el. De én ennyiben kívántam most ezt felvezetni. Nagyon nehéz téma, a tegnapi bizottsági ülésen is hosszasan tárgyaltunk erről, ami majd kapcsolódik a következő napi rendi ponthoz is. Köszönöm szépen. Ezt az előterjesztést a Humán Feladatok és Ügyelői Bizottság tárgyalta. A bizottság elnökének, Stuba Józsefnek adom meg a szót. Bizottságunk az előterjesztés valóban hosszan mélyen tárgyalta, nagyon sok észrevétel, vélemény, javaslat hangzott el. Összességében a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, az előterjesztés vitáját megnyitom első körben, tehát a kérdések hangozanak el, akinek ilyen szándéka van, kérem, hogy jelezze.
Nem látok kérdést. Mivel nem én vagyok az előterjesztő, én kérdezhetek akkor. Egy kérdés, amire a felvezeté kapcsán jegyzett, hogy már utalt, hogy valóban érdekes adat, hogy az összlakosság száma csökken, 2014 évhez képest ez 12 fő, nem egy jelentős egyébként. Ugyanakkor, amire mindig érzékenyen figyeltünk, a gyermekek száma pedig emelkedett. Ha nagyon-nagyon egyszerűen fogalmaznánk, akkor azt jelenteni, hogy születettek száma ennyivel a gyermekek kategóriáján belül emelkedett. Tartok tőle, hogy nem csak ettől a születések számától, hanem más körülménytől is emelkedett polgáron gyermekek száma. Hogyha erre tennének utalást vagy megjegyzést, hogy milyen összefüggései vannak esetleg gyermekként ideérkezett, de nem itt születetteknek, akkor én ezt megköszönném, ez egy beszédes információ lehetne. Ez az egy kérdésem lenne, de a kérdések sorát nem lezárva, képviselőtársaimé még a lehetőség. Ha nem látok több kérdést, nézd, hogy jól látom-e, akkor erre a kérdésre, aki találva érinti, érzi magát, az előkészítők köréből kérem, hogy jelezze. Többen is. Akkor elsőként intézményvezető asszonynak, Icsu Ferencnek adom meg, az utána a hatóságról a vezetőjének. Parancsoljon. Tisztelt képviselőtestület, a saját óvodai tapasztalatainkról tudok beszámolni, ami évek óta ugye kísér bennünket a nevelő-szülős hálózatba került gyerekeknek az esete. Ez azt jelenti, hogy évente 10-15 fővel emelkedik a nevelőszülőkörbe került gyerekeknek a száma. Átlagban, tehát a 10-15 közötti mozgás ez reális. Most is van jó néhány, igaz, még nem fejeztük be a jelentkezések után a statisztikai adatokat még nem dolgoztuk fel teljes mértékben, de most is emelkedett a számuk. 3-4 már biztosan, hogy van, akiről én tudok, akik most kerültek be a rendszerbe, de tavaly is, tavaly előtt is, az két évre biztosan tudom mondani, hogy 10-15 fő azoknak a gyerekeknek a száma, akik kikerültek nevelőszülőkhöz. És ez nem szeptemberben adódik, hanem ez éves mozgás, tehát egész nevelési évben jönnek, mennek a gyerekek, de a 15, ez egy reális szám, annyival emelkedik. Viszont ami örömteljes hír, hogy a védőnőktől kaptunk olyan tájékoztatást, hogy megemelkedett a polgáron született gyermekek száma, és ezt nagy örömmel vettük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor ehhez a kérdéshez még a hatóságú vezető Andorko Mihályné jelezte, hogy kíván szólni. Tisztelt képviselőtestület, nem sokkal tudom már kiegészíteni intézményvezető asszony. A védőnök tájékoztatása szerint tavaly évben 85 gyermek született polgáron, ez 20-szal több, mint ami a elmúlt években, és ez a 0-3 éves korosztályban érhető tetten ez a gyermek létszám emelkedés egyébként. 5 család költözött, a mi tudomásunk szerint, akik lakáscélú támogatásban is részesültek polgára más településről, akik szintén gyermekes családok voltak, tehát amiatt is növekedett a gyermeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor önmagam, hogy értsem a kérdésre adott választ, 3 körülmény befolyásolja: a polgáron születettek száma, a polgáron családi lakás, családi házat vásárló más településekről érkezett szülők gyerekeinek a száma, és a sokat felemlegetett és talán mint több probléma, mint lehetőség a nevelőszülői hálózaton keresztül a településünkre érkező gyermekek száma. Ebből a 3-os összetételből keletkezett az, hogy emelkedett a gyermekek száma a településünk. Köszönöm szépen a kérdésre adott választ. Felvetődött esetleg kérdés még valakiben, mielőtt áttérnénk a véleményekre? Nincs, akkor vélemények, észrevételek, javaslatok, bármi nemű, képviselői gondolatok, megjegyzések. Parancsot. Igen, Hatvani Zsolt képviselőtársunk kér szót. A 13. oldalról 1-2 mondatot idéznék. A legnagyobb probléma viszont az igazolt, ugyanakkor az indokolatlan hiányzások nagysága, amely már az alsó tagozatban is gyakran jelen van. Az általános iskola tájékoztatása alapján 5 várom tanuló esetében az első fél év végéig
akár meghaladta a 100, sőt, aki 200 órát hiányzott. Az alsó tagozatos gyermekek maguk számolnak be tanítójuknak, hogy nem betegség miatt hiányoznak, igazolásuk azonban van a jelzett napokra. Van ugye egy rendelet arról, vagy törvény, ugye, hogy a családi pótlék vagy egyéb juttatások az iskolában kötelező megjelenés, illetőleg a iskolai tanításhoz köthető. Tehát bizonyos esetben ezeket az összegeket meg lehet vonni. Én azt mondom, hogy minden elismerésem és támogatásom azoknak a szülőknek, akik erejük felett próbálják tanítatni a gyermekeiket, ők képviselik a jövőt. Viszont minden támogatást megvonnék azoktól a szülőktől, azoktól, akár családoktól is, akik hátáltatják ezt, akik trehányságból, sőt szándékosan elnézik azt, hogy a gyermekeik ne járjanak iskolába. Ezek a gyermekek, pláne már alsó tagozatban is, ezek analfabéták maradnak. És nekünk erre nincsen szükségünk, itt nekünk az lenne a célunk, ez nem a jövő, nem a jelen, hanem ez már a múlt. De nem akarunk patópálók lenni szerintem, hanem szeretnénk egy kicsit értelmesebb, fejlettebb ország lenni, mint amilyen pillanatilag lassan haladunk. Ne a közmunka programban való részvétel legyen egy 16 éves gyermek előtt a legfőbb cél, hanem legyen nagyon sok olyan családot ismerek, akik nagyon szegény sorból küzdötték fel magukat, és a gyermekeiket tanították, és akkor akár külföldön is ragyogóan megállják a helyüket. És ezeknél a fiatal embereknél akár családot alapítanak, ezek látszik azt, hogy ezek fejlődnek a lakásukon, a magatartásukon. Tehát igenis lehetőség, meg kell valahogy azt segítenünk, vagy legalábbis segítenünk kellene azt a lehetőséget, hogy ne kaphassanak olyan igazolást ezek a gyermekek, akik trehányságból nem mennek, lógnak, és ezt elnézik a szülők. És akkor utána odaállnak azzal, hogy hát nekik van ez igazolásuk, és akkor tartják a családi pótlékra a markukat a szülők. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További véleményeket, képviselői megszólalásokat várom. Kívánna még valaki vitában részt venni? Még gondolkodnak azért valóban, ahogy Hatvani Zsolt is utalta, bizottságülésen mélyebben is foglalkoztunk ebben a problémával, az iskolai hiányzások mellé csatoltuk még a közmunkaprogram kapcsáni orvosi igazolásoknak a kérdéskörét, és ebben én hivatalosan is megfogalmaztam egy levélben, és kértem az orvosok hatékony közreműködését a közmunkaprogram, de mondhatnám ezt az iskolai hiányzások vonatkozásában is, hogy legyenek kellően szigorúak és visszamenőleges hatályú igazolásokkal ne legitimizálják azokat a szabályszegéseket, amelyeket akár egy családi pótlék megszerzése, vagy egy közmunkaprogramon egy munkabérhez való hozzájutás okán tesznek ebben. Szükséges, muszáj együttműködnünk partnerként az önkormányzattól, a családsegítőn, az oktatási intézményen keresztül, mindenki, akinek ebben a dologban, mint helyi közösség szereplője, van némi befolyása vagy hatásköre. Egyetértek abban, amit Hatvani Zsolt megfogalmazott. Sikeres oktatás nélkül nagyon borúsnak látszik a jövőnk. És az oktatás az egy borzasztóan fontos dolog. A jövőnkről van szó, és a jövőnk az nem más, mint a utánunk következő ifjabb generáció képzettsége, felkészültség, hozzáértés és sok minden más, amit szeretnénk várni. Az én bajom avval az, hogy beszélünk itt persze róla, csak úgy tűnik, hogy az elmúlt évben egyre inkább kevesebb köze van egy helyi közösségnek, az önkormányzatnak a számára egy fontos oktatás ügyéhez. És úgy tűnik, hogy ez a folyamat még nem állt meg. Itt emlékeztetném magunkat az elmúlt napok történéseire, amelyben már az önkormányzatnak a fenntartói szerepe nemhogy visszakerült volna, már üzemeltető működtetési feladata sem lesz, ismereteink szerint, július 1-től az általános iskolába mint egy vendég bekéreckedhetünk, és az ottani, akár a itt felvetett probléma, az iskolai hiányzások igazolatlan, és sorolhatnám még milyen problémákat, egy
település, egy közösség választott képviselőtestületének sok köze nem lesz a ráolvasáson, vagy a kinyilatkoztatásokon túl. Eszköz és hatáskör nem lesz. Szerintem ez helyes irány, szerintem ez nagyon helytelen irány, de ez az én személyes véleményem. Lehet, amit megosztok minden lehetséges fórumon, akár éppen az ülés előtt kértek ez ügyben interjút a Hajdúbeli Naplótól, hogy mi az álláspontunk a kormányzat ez irányú szándékához, amelyben az önkormányzatoktól a működtetési feladatot is elvonják. Megengedi ez az anyag azt, hogy még hozzátegyem azt, hogy szerintem meg lehet ezt tenni, ugyanakkor minden új változtatás felvet egy újabb problémát. Kellő udvariassággal kérdem meg, hogyha ez bekövetkezik, és egyébként meg a gyermekétkeztetés feladat az önkormányzat kötelező feladatai között marad, akkor hogyan csodába fog működni az az intézmény, amelyben nincs üzemeltetési, fenntartói feladatunk, de konyhai vagy gyerekétkeztetési feladatunk van. Hát agyrém van, bocsánat. De ez csak az egyik része, amelyben felvetem, és akár a TÖOSZ-on keresztül is jelzem, hogy ebben gáz van, ebben probléma lesz. Más települések vezetőivel is egyeztetett véleményemet mondtam ebben. De nem elvonva a mástól a megszólási lehetőséget, avval értünk egyet, még egyszer mondom, hogy az oktatás egy borzasztóan fontos dolog, és nem csak kormányzati politika szintjén, hanem települések, önkormányzatok szintjén is az. Pont. További kérdések, bocsánat, vélemények, észrevételek. Kíván-e valaki még a vitában részt venni? Az előterjesztőnek adom meg a lehetőséget, hogy döntés előtt esetleg reagáljon. Köszönöm szépen a lehetőséget. A tegnapi bizottságülésen nagyon alapos részletezettséggel beszéltünk itt a mulasztásokról, azok igazolásáról, valótlan tények igazolásáról is, ha éppen így akarjuk kifejezni. Én mindenképpen a jelzőrendszer működtetésében látnám a megoldást, hisz a jelzőrendszer része a házi orvos és a gyermekorvos is, és az anyagban szereplő kimutatásban az ő tevékenységük nem nagyon mutatható ki. Tehát az anyag is mutatja azt, hogy itt van a legnagyobb hiányosság, és a probléma okozója is itt, ami az iskolai oktatás színvonalát is befolyásolja. Én mást nem tudok hozzátenni ehhez az előterjesztéshez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Döntéshozatalt kezdeményezek. Aki a határozati javaslatot támogatja, mely szerint ezt a beszámolót a képviselőtestület megtárgyalta és elfogadja, kérem készmenéssel jelezem. Ezt egyhangúnak látom. Ellene volt valaki? Esetleg tartózkodott a szavazástól. Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 támogató szavazattal elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015 évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót. Folytatjuk a munkát a 4-es napirendi pont tárgyalásával. A 4-es napirendi pont előterjesztést tartalmaz polgárváros helyi esélyegyenlőségi programjának a felvizsgálatára. Előterjesztője szintén a jegyzőasszony, előkészítésében segítségére volt Andorkó Mihályné, irodavezető és Makó Sándorné, művelődési előadó. Az előkészítőt, előterjesztőt illeti a szó, hogy felvezetőt, vagy esetleg kiegészítést, vagy pontosítást tegyen az írásos anyaghoz. A tisztelt képviselőtestület egy felvezetéssel, vagyis ennek a lehetőségével élek. Ez az anyag is egy komplex munka eredménye, hisz a helyi esélyegyenlőségi programban közreműködőket kértük fel, hogy adjanak tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a programban középtávra kitűzött célok intézkedési határidejére, amely 16. június 30-a milyen intézkedéseket tettek, mennyiben tudjuk követni az esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek végrehajtását. Ennek megfelelően készült el az anyag is, amely célkitűzésenként végezte el a felülvizsgálatot. Itt is felhívnám egy beszédes számra a figyelmet, itt mindjárt az első oldalon, ahol a mély szegénységben élők és a romák esélyegyenlőségénél mi célként határoztuk meg a munkanélküliség országos aránya alá csökkentését.
Hát ez a cél nem nagyon valósult meg, viszont magunkhoz képest javulás érezhető, hisz 2014-ben polgáron 15,3% volt a munkanélküliség, ez 2015. december 31-én 11,66%-os volt. Ez mondhatnánk, hogy ez nem rossz arány javulás, viszont ha az országos átlaghoz viszonyítjuk, amely 6,2%-ot mutat, akkor nem nagyon van mivel büszkélkednünk, bár ez a térség helyzetéből és a FHT-ban részesülők arányától is függ. Tehát Hajdú-Bihar megyében is vannak olyan arányok, amelyek országos átlag közelében vannak, de mi itt élünk polgáron, és nekünk itt lehet ezeket az intézkedéseket megtenni ennek javítására. Hisz ha a foglalkoztatás javul, akkor nagyon sok egyéb tényező is tud javulni ebben az esélyegyenlőségi programban, akár a 2H-s és 3H-s gyermekek lemorzsolódásának csökkentése, akár a nők gazdasági helyzetének javítása, fogyatékkal élők esélyegyenlősége. Az idősek esélyegyenlősége már a foglalkoztatásban nem merül ki, ott más eszközöket kell biztosítanunk, amiben én úgy gondolom, hogy eredményeket is tudtunk felmutatni. Köszönöm szépen, ennyiben kívántam bevezetni az előterjesztést. Köszönöm szépen. Ezt az előterjesztést mind a két bizottságunk megtárgyalta. Elsőként a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Vince Attilát kérem. A határozati javaslatot elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek. Köszönöm. A Humánfatok és Ügyeleti Bizottság elnöke Struba József következik. Bizottságunk a program felülvizsgálatával egyetért, a határozati javaslat elfogadását javasolja. Köszönöm. Az előterjesztés tárgyalási vitáját megnyitom. Első körben a kérdések hangozzanak el. Akinek ilyen szándéka van, kérem, jelezzen. Kérdést nem látok. Tervező valaki, hogy esetleg kérdést fogalmaz meg, vagy intéz az előterjesztőhöz. Nem látok ilyen igényt. Vélemények, észrevételek, javaslatok, megjegyzések következzenek. Akinek ilyen szándék van, kérem, jelezze. Kíván-e valaki a vitában részt venni? Nem. Itt is szeretnék nagyon röviden kapcsolódni a felvezető gondolatokhoz. Ugye nagyon fontos a foglalkoztatási körülmények vizsgálata és folyamatos elemzése. Edző asszony is tett egy ilyen országos kitekintést, hogy ez nálunk mára, már 2015-re lecsökkent 11,6%-os, de még ez az egyébként ebben a programban célul tűzött országos átlaghoz képest még mindig magasabb. Hozzá kell azt tenni persze, hogy ennek van valóban térségi sajátossága. Én tudom, hogy az ország szerencsésebb nyugati területein egy hasonló városban ez a országos átlag alatti 2-3%-os munkaerő munkanélküliség rátát mutat. Esetenként már egy-egy településen munkaerő hiány is mutatkozik. Az ország keleti részén, és ez alatt nem értem a megyeszékhely városokat, mert ott megint csak másabb, de egy vidéki térségekben viszont úgy tűnik, hogy a foglalkoztatási mutatók leginkább a közfoglalkoztatás által befolyásoltak részben. Mert tagadhatatlan, hogy van egy gazdasági növekedéssel együttjáró piaci viszonyok közé kerülő foglalkoztatás, sajnos ez a kisebbik része ennek a változásnak. Van egy olyan, ami nem szerencsés, de tagadható, hogy befolyással van, akik azért nem kerülnek már számításba vételre, mert már a saját jövőjüket magyarként nem Magyarországon tervezték, véglegesen külföldön telepednek le, munkát végeznek. A statisztikai adatokat ilyen szempontból, ha itt lennének és nem lenne foglalkoztatás, akkor nyilván egy negatív irányba vinné. De megítélésem szerint ennek a viszonylag kedvező számnak, hogy országos szinten ez 7%, nálunk pedig egy 17-18% le tudott menni 11%-ra, ezt döntően a közfoglalkoztatásnak a 250 ezer ember jelenti. Amit pedig tudjuk, hogy nem közgazdasági értelemben vett munkahely, hanem adóforintokból fenntartott foglalkoztatás.
mi sem bizonyítja jobban, hogy a kormányzat is egyfelől, amikor a statisztika kell, akkor ezt használja, másfelől pedig, amikor a jövedelmezőségi vagy az átlagkereseti adatokat számítolja, az átlagkereseti adatokból a közfoglalkoztatottak keresetét kiveszi. Akkor azt mondanám, hogy legyen következetes, mert ha munkahelynek tekinti, akkor a foglalkoztatással együtt járó számításukba is vegye le. De ez az én személyes megközelítésem szintén. Azt is mondanám, hogy ez a 11,6%, hogyha mi ebben nem tennénk olyan erőfeszítéseket, hogy FHT-sok köréből és munkanélküliek köréből 400 főnek, és már hál' Istennek nem egy-két-három hónapra, hanem teljes egész évre munkalehetőséget kínálunk, foglalkoztatási lehetőséget, ezáltal a számításban ők nem munkanélküliek, ezért ez a szám tud 11% köré érni. Még ez is magas. Ettől még sokkal több ember próbál elhelyezkedni, vagy munkát találni. Azokkal a körülményekkel, ami az előbb is utaltunk, hogy bizony-bizony sokaknak a foglalkoztatás, foglalkoztathatóságának a gátja, egy totális képzetlenség, esetenként egy munkakultúra hiánya, meg sorolhatnám még azokat a problémákat, ami sajnos tagadhatatlan a mi településünkön is tetten érhető. De én azt gondolom, hogy mégiscsak a jövő irány az, hogy a gazdaság által az ő szükségleteit kielégítő munkaerő kell, hogy a foglalkoztatási adatokat befolyásolja, és a közmunkaprogram ez csak egy társadalmi feszültséget, egy szociális problémát, egy megélhetési körülményt tompító kormányzati adóforintból finanszírozott programküldetés lehet csak. Hát ennyi gondolatokkal kívántam hozzájárulni ez a napirendi ponthoz. Döntésről előtt megkérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy kíván-e valaki még szólni, véleményt mondani. Igen, Zsolt, sikerült akkor valamit mondanom, amivel lehet. Igazából már nem akartam hozzászólni ez a témához. Először is azt hadd mondjam, hogy a közmunka programnak a jelentős részét ugye a polgármesterünk vállalja a nyakába. Ezt, hogy nem vállalja, csak vállaltatják vele a nyakába, de amit megfelelően el is végez. És azt hiszem az egyik ilyen célprogram, vagy talán az ő jutalmazásával kapcsolatban ez is beleszámít. Nem ebben kapcsolatban szeretném, hanem az az igazság, hogy a közmunka program talán a legjobb oldalát annak tekinteném, hogy nagyon sokan csak a markokat tartották a segélyért korábban. Pillanatnyilag legalább azt látja a generáció, amelyik most felnő, mert voltak olyan generációk, amelyek egyáltalán nem látták azt, hogy a szülők esetleg eljárnak dolgozni, vagy egyáltalán csak otthon ültek, vagy szórakoztak. Vagy lehet, hogy nem is tudtak mit csinálni, ha szerettek volna. Most legalább van egy olyan kötelezettség, hogy el kell menni egy bizonyos ideig, ott kell lenni. Ha egy része nagyon becsületesen és szorgalmasan dolgozik, amit láthatunk is, nem kell messzire menni, csak megnézni itt ezeket a központban lévő virágágyásokat, ami biztos, hogy nem kis munka, és gyönyörűen rendben van, és itt megmondom őszintén, jó ránézni, ilyet kevés helyen látunk szinte, amikor ilyen gyönyörű virágos a város egy része, és ez bizonyos fokig a közmunkásoknak köszönhető, sőt, mint ahogy láttuk, hogy az apparátusban is közmunkások szerepelnek, segítségre is szükség van. Tehát azt látják, hogy az a most lévő generáció, hogy igenis dolgozni kell, el kell menni, egy bizonyos időt el kell tölteni, és csak utána kapunk. Az igaz, hogy az a pénz nem annyi, mint egy rendes fizetés. De egyik pillanatra a másikra annyi állást nem lehet találni, vagy nem tud semmilyen kormány se találni, amire szükség lenne, mert ugye lehet, hogy nálunk magas ugye a munkanélküliség, de hát megnézzük a gazdag nyugat-európai országokat, ott is elég magas a munkanélküliség, sőt sok helyen sokkal magasabb, mint nálunk. Ez egy lehetőség, és én mindig azt mondom, vannak rossz lehetőségek, de a rossz lehetőségek között talán ez a legjobb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és egyetértek, mert én sem tudnék jobbat mondani, de attól még a tény, hogy ez adóforintokból fenntartott közfoglalkoztatás, és az, amivel egyetértek, hogy az a küldetése, hogy valóban ne az a gyakorlat alakuljon általánossá, elfogadottá, hogy valakik verejtékesen megtermelt
javaikból, adóforintjaikból könnyű pénzt vagy ingyen pénzt lehet kapni, és ennek még azért demoralizáló hatása is van. A tétlenség mellett megkapott pénz, az nem egy egyéniséget vagy egy akár közösséget is jól szolgáló dolog. És nagyon örülök, hogy képviselőtársam fogalmazta meg azt, ami leginkább a színpadon van, jelképesen szól a városközpontban, vagy a közmunkaprogram keresztül, nem csak, hogy ápolják ezeket a virágokat a közmunkaprogramon keresztül, termeljük a Városgondnokság telephelyén, ápolják, locsolják és tisztítják a közfoglalkoztatottak. És azt kell, hogy mondjam, gyakorlatilag, amikor van lehetőségem, akkor beszélek velük, hogy ők maguk is borzasztóan büszkék erre. És hogy ez így van, akkor ők erre vigyáznak is, akár a tisztaságra, akár a virágra. Hagyd mondjam, hogy amit néhány évvel ezelőtt itt szóvá tettünk a téma kapcsán, hogy kiültettük a vett virágot és ellopták, nem jellemző. Nem jellemző. Én ennek borzasztóan ülök, de ugyanakkor nem szabadna azt mondanunk, hogy pusztán a városközpontot és a virágos, tiszta virágos polgárt jelenti ez a közfoglalkoztatási program, mert van kevésbé látványos rész, amikor kint a határban kapálnak, amikor egyébként utakat és átereszeket építenek, nincsenek reflektorfényben, de arra utaltam, hogy ebben is pozitív irányú változásokat tapasztalok, és ebben a szervezettség, a munka irányítói stábja, a konkrét feladat meghatározása, annak elvégeztetése és leellenőriztetése mind-mind hozzájárul, hogy ez legyen sikeresebb és abban az irányban, amire Zsolt is utalt, hogy szükség van munka irányába vinni, hogy egy jövedelem csak munka által váljon valakinek a jogos jussává vagy járandóságává. Ez szerintem vitathatatlanul így helyes. Tisztelt képviselőtestület, ha nincs más, akkor döntéshozatal következett. Döntéshozatal előtt. Én nagyon örülök, hogy az esélyegyenlőségi program felülvizsgálatánál végre sikerül olyan pozitívumokat is megállapítanunk, amik látványos, kézzelfogható eredményes tevékenységek, és valóban egy olyan területét, lakossági területet érint, amely az egész esélyegyenlőségi programban szerepel. Reméljük, hogy ennek hatása is lesz a többi területen is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Döntéshozatal következik. Aki a határozati javaslatot támogatja, mi szerint ezt a javaslatot, ami a programnak a felülvizsgálatát tartalmazza, aki elfogadja, egyetértve a kérem készfelemeléssel jelezze. Egyhangúnak látom, ellene volt valaki, esetleg tartózkodott a szavazástól, nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 támogató szavazattal egybarzó döntésként elfogadta az előterjesztést és annak határozati javaslatát. Rátérünk az 5-ös napi rendi pont tárgyalására. Ez az előterjesztés egy javaslat a Polgár Lehel út 82 szám alatti ingatlan átvételére. Előterjesztője a polgármester előkészítésében Németh Máté irodavezető és munkatársa Kis Anita volt a segítségemre. Véleményezte ezt az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is. Előterjesztőként annyit hadd közöljek, hogy megkeresés érkezett hozzánk a Corona Credit cégtől, hogy az ő tulajdonában lévő, egyébként 2010-ben a tulajdonába került üresen álló ingatlant, mert avval nem tudott mit kezdeni, már őszintén szólva, nem tudta értékesíteni, nem tudta hasznosítani, ezért annak az állapota az évek során folyamatosan leromlott, ezért az ingatlant ingyenesen felajánlotta az önkormányzatnak hasznosítás céljáról. Némi dilemma után, körülmények elemzése, vizsgálódás után előterjesztőként én arra jutottam, hogy azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy vegyük át ezt az ingatlant. A vitában majd ennek az érveit, körülményeit, ha van rá igény, vagy esetleg szóba kerülhet megközelítések vonatkozásában, bővebben is kifejtem. Ezt az előterjesztést tehát a Pénz- és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, így a bizottság elnökének, Vince Attilának adom meg a szót. Bizottságunk a határozati javaslatot 3-1 arányban elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, és a kisebbségi véleményt ezt majd megpróbálom megfogalmazni. Köszönöm szépen. Az előterjesztés vitáját megnyitom. Akinek kérdése van, kérem, jelezze. Egy kérdésre szeretnék választ adni, még ha nem is fogalmazódik meg, de a bizottságülésen felvetődött, hogy vajon ezen az ingatlanon van-e bármiféle közteher. Azt mi nem tudtuk a bizottságülésen megválaszolni, de időközben ennek utána jártunk. Ez közteher
tiszta vagy mentes, nincs rajta semmilyen közter, sőt az sem, ami a helyi kommunális adót illeti, hisz egy cégnek ilyen fizetési kötelezettsége nincs, már pedig ez most egy cégnek, a Corona Creditnek a tulajdona. Ennyi kiegészítő információt a bizottság ülésen felvetett kérdésre válaszként. Kérdéseknél tartunk. Véleményjavaslat. Igen, Olá József kér szót. Tisztelt képviselőtestület, a bizottság ülésen eléggé tartalmasan tárgyaltunk erről az adott dologról, mert nem mindennapos eset, hogy az önkormányzat csak úgy szerez úgynevezett ingatlant, főleg olyan ingatlant, amely ugye mégis egy pénzintézetnél meg a tulajdonában van, és a pénzintézet tulajdonában ugye úgy került, hogy az adott tulajdonos annak idején nem tudta fizetni a fölvett hitelt rá, és ugye gyakorlatilag gazdátlanná vált, és magában már tehernek tűn a pénzintézetnek is, hogy ez az ingatlan van, és ugye más kiút nem volt, hogy akkor felajánlja az önkormányzatnak. Természetesen, hogy ha mi is javasoltam, és a bizottságülésre is ugye a vélemények, stb. Oda-vissza érvek ellenére, arra elhatározásra jutottunk, gondolom én, hogy mégis át kellene venni, és ugye tulajdonba kerül, és ezzel már nem csak jogosultság, hanem kötelezettségünk is van, ugye mindjárt ugye annak a környezete, és magában az ingatlan, és azt is tudjuk, hogy ez az ingatlan korábban elég jó műszaki állapotban volt, és gazdátlanná vált idézőjelben, azért került olyan romos állapotba a Lehel utca sarkán, aki arra jár bizonyára látja is, mert gazdátlan az, és ugye milyen az élet, hogy nem, hogy vigyáznánk az adott esetben egymás lakására, vagy egy ingatlan, hanem azon vagyunk, hogy tisztelt a kivételnek az adott körülményben, hogy hogy romboljuk le, hogy tegyük tönkre vagy lakhatatlanná. Látva a mellékelt fényképe, hogy a serép dobász le van hullva róla a fag része és tönkre megye. Summa summára az van, hogy ha ezt mi megkapjuk, akkor elsőleges célunk az, hogy olyan állapotok teremtsünk, hogy a rombolást, a romlást megakadályozzuk valamilyen szinten, és annál is inkább fontos ezt ebbe döntenünk, és jó gazda módjára kezelni, hogy egy rendkívüli eset esetében nem tudhatjuk, hogy mikor ki kerül olyan szociális helyzetbe, hogy adott esetben kénytelenek, segítségre szorul, és egy átmeneti állapotban van, és tudjunk neki szociálisan segíteni, mert ez azt hiszem, hogy állampolgári kötelezettségünk, egyrészt másrészt önkormányzati kötelezettség. Tehát én nekem az a véleményem, hogy mindenképpen vegyük át ezt az ingatlant, mivel tehermentes is, mint ahogy most hallottuk, és úgynevezett tulajdonba kerül. Az más kérdés, hogy majd ennek az állagát, műszaki állapotát olyan helyre próbáljuk hozni. Itt is bejön a közmunkaprogram keretében lehetőség, amely a közmunkások foglalkoztatásában vannak olyan szakemberek, akik ezt meg tudják olyan szinten műszakilag feljavítani, amely adott esetben valamilyen szegény helyzetben, szociálisan nehéz helyzetben kerülő családnak adott esetben kiutaljuk, és gazdájával kell, hogy legyünk, és nem utolsó sorban az ottani körülménynek is a úgy esztétikai, meg a egyéb hangulati állapotát is helyre tudjuk tenni, mert a többi környezetben levő, rendben levő lakásoknak is roncsa az értékét is, a megítélését és az ott élőknek is. Tehát nekem ez a véleményem, és ezt javasolnám a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További vélemények, javaslatok. Igen, Vince Attila kér szót. Mint ezt ígértem a bevezetőben, szeretném megfogalmazni a kisebbségi véleményt, ami akkor hangzott el valójában, amikor még nem tudtuk, hogy tehermentes-e az ingatlan. Ennek a lényegét próbálom megfogalmazni, ami azt mondta, hogy vegyük át, de akkor, hogyha fizet érte ez a Credit ZRT. Még egyszer hangsúlyozom, ez akkor hangzott el, amikor még nem tudtuk, hogy, tehát nem, egyértelműen nem volt kijelentve, hogy köztehermentes ez az ingatlan. Hát végül is aztán a vélemények ütköztetése során nem került szavazásra sor, de mindenképpen megígértem, hogy ezt kisebbségi véleményként el fogom mondani.
Köszönöm szépen. További vélemények. Megosztanám azt a gondolatot, amit a bizottságülésen is ezügyben elmondtam, hogy és nem csak a konkrét ingatlanról szól, hanem inkább jelenségről. Ugye azt látjuk nálunk is, de más településeken is, hogy jó néhány házra ki van téve egy eladó tábla, amelynél világosan látszik, hogy nem a valamikori tulajdonos árulja, hanem egy valamilyen tartozás fejében elvett másnak, vagyonhasznosítónak vagy követeléskezelőnek továbbadott cég hirdeti eladásra. Én nagyjából egy olyan több mint fél tucatnyi, de lehet, hogy tucatnyi is van, jól megszámolnék, ilyet láttam polgáron. És ami ennek az esetnek a kapcsán egy döbbenetes történetsor, úgy fogalmazható meg név és konkrét eset nélkül, de erre is igaz, hogy van egy jóra való polgári család, aki erőfeszítéseket tett azért, hogy polgáron családot alapítson, lakást építsen, és ennek a lakásnak a, akár az építéséhez, vagy akár egyébként felújításához annak idején kedvezőnek látszó körülmények közepette, talán nem eléggé megalapozottan és nem eléggé felelősség teljesen vett igénybe forrást, banki forrást, hitelt, nehéz pénzt, és ennek a, akár a, az ő saját körülményeiben bekövetkezett változása után munkahelyet elvesztve nem tudta már teljesíteni azokat a általa vállalt fizetési kötelezettséget. Bekövetkezik az az állapot, hogy az adós fizes, ha nem tudsz, akkor az ingatlanod, amelynek fedezetként a hitel érdekében ugye felajánlottad, akkor tőled ezt elveszük. Ebben az esetben is ez történt. Ennek a jóra való családnak, a nevét is meg tudnám mondani, de most ezt nem tenném, 2010-ben jött a villámcsapás, jött a pallos, és azt mondták, hogy el kell hagyniuk ezt a házat a tartozásuk fejében. Ez a család azóta is polgáron egyébként albérletben él és albérletet fizet. És micsoda nehéz érzéssel lehetett azt tapasztalni, hogy az ő lakásuk ennek a kreditnek a tulajdonába kerülve 2010 óta mivé válik. Nem volt meg az a lehetősége, nem kínálták meg neki akár az a kredit, amit én fogalmam sincs, hogy ki, de legyen akkor, hogy beazonosított egy cég, megtehette volna 2010-ben, jó, fizesse egy albérletet és lakjad és maradjál. Nem ezt tette, ő pénzt akart és minél többet, amit a bentlakó tulajdonos nem tudott vállalni. Még egyszer mondom, földönfutóvá vált és elment albérletbe. Eltelt ez a néhány év, és amire Olá József képviselőtársam is utalt, szabad prédává vált egy olyan ingatlan, amely látszik világosan, hogy egy stabil épület volt, és kevésbé felelős szomszédok és honfitársak ezt elkezdték nem az idő múlása, nem az amortizáció, hanem a hozzábabrálás olyanné tenni, mint amilyennek most látszik, amelynek kapcsán ez a ingatlan új gazdája arra a megállapodásra, megállapítás jutott 6 év után, hogy ebben ám ő nem tud mit kezdeni. És akkor jutott arra, hogy hát akkor megajánlom az önkormányzatnak, hogy kezdjen vele valamit. És innestől kezdve van a mi fejtörésünk, előterjesztőként is, és elmondtam bizottságülésen is, könnyebb lenne ezzel a dologgal nem foglalkozni, és azt mondani, hogy nem érdekel bennünket, a kredit csináljon avval az ingatlannal, amit akar, de mégiscsak kell, hogy foglalkozunk, és a nehezebb utat választjuk, ezt javaslom, hogy vegyük át, próbáljuk meg rendbe tenni, próbáljuk meg hasznosítani valamilyen szociális célra. Most nem mondom, hogy annak, akié volt az, aki ezt megépítette, nézzük meg, hogy hol van, és lehet-e neki ebben visszasegíteni. De azért mondom, hogy ebben foglalkozunk, mert nem egyedi lesz. Valószínűsítem, hogy jönnek még ilyen ügyek. Volt már egyébként, amikor az állam mondott le az önkormányzat javáról, talán a Veselényi úti, jól mondom? Veselényi úti ingatlanál ez volt, amit megkaptunk, de ott tagadhatatlan avval a kötöttséggel, hogy ingyenesen ugyan, de szociális célra és 16 éven keresztül nem vagyunk szabad gazdája dolognak. Felújítottuk 1,5 millió forintért nagyjából, és önkormányzati lakásként jó funkciót tölt be most is. Hogy egy ilyen esetben ez lesz a pálya, segítségül hívva esetleg a közmunkaprogram hát adta lehetőséget, saját erőfeszítésünket, és rendbe tudjuk tenni ezt a házat. Erre ez az eset most egy
egy precedenst teremtett. Ha ebben tudunk majd sikeresek lenni, akkor más ilyen megkereséskor is, mert kijártuk ennek az útját, érdemes lesz vele foglalkozni. Ha nem, én azt mondom, arra hívom fel a képviselőtársainkat, hogy vállaljuk be ennek a kockázatát most, hisz azt gyanítom, hogy nem ez lesz az utolsó ilyen irányú megkeresés. És ezt mind szomorúsággal mondom, mert kellő időben, talán egész más állapotában és minőségekben lehetett volna ezeket a házakat tulajdonosának vagy bérlőjének adni, és nem lett volna ebek 30-adjára mások felelőtlenségének martalékává váló ingatlan. Még egyszer mondom, ez egy stabil, statikailag jó ingatlan, amelyet avatatlan, arra feljogosítatlan kezek szétbarmoltak az elmúlt években. Ilyen körülmények közepette is azt javaslom, hogy ezt vegyük most a gazda szerepébe, ezt az ingatlant, és hozzuk meg azt a döntést, hogy átvesszük. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy döntés előtt kívánnak-e még véleményt mondani. Amennyiben nem, akkor a határozati javaslatot ajánlom elfogadásra, amelyben az szerepel, hogy ezt a megkeresést úgy reagáljuk le, hogy átveszi az önkormányzatunk térítésmentesen, ingyenesen tulajdonba a Lehel út 82 szám alatti ingatlan. Aki ezzel egyetért, kérem készülésre szavazzon. Egyhangúnak látom, ellene tartózkodó szavazat nem volt, megállapítom a képviselő testület. 9 fő támogató szavazattal meghozta a döntést. A 6. napirendi pont tárgyalására térünk rá. Ez az előterjesztés javaslatot tartalmaz egy pályázati felhívásra, jelentkezésre vagy támogatási kérdény benyújtására. A TOP 1-2-1 néven megismert területi operatív program keretében meghirdetett pályázatra. Előkészítője a polgármester, előterjesztője, előkészítésében a projekt előkészítő munkacsoport volt segítségemre. Véleményezte ezt az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Hománfeltök és Ügyrendi Bizottság is. Szükséges egy rövid felvezetést, indoklást mondani ennek az előterjesztésnek, ami elénk került, hisz a múltkori képviselőtestület ülésen én azt az információt adtam közre, hogy a területi operatív program által megkérdezett pályázatokban, ez a topos pályázatokban, azt a 6 pályázat, amit mi gondoltunk, hogy abból érdemes forrásszerzésre törekvést tenni, jelesül a kerékpárút, a belvízelvezetési rendszert támogató pályázat, a szociális alapellátás intézményét segítő pályázat, a piactér gazdaságfejlesztési pályázata, a óvoda bővítés, korszerűsítés pályázata és a városgondosságot érintő energetikai korszerűsítés pályázatával. Én akkor azt mondtam, hogy ez a teljessége és ez a 6 topos pályázata az, amelyben gondolkodunk, tervezünk és megkezdjük a munkálatokat. Mégis akkor hogy kerül elénk egy újabb topos pályázat? Ennek a körülményeit szeretném megvilágítani. Ez a topos pályázat turisztikai típusú pályázat. Mi, amikor ezt vizsgáltuk, akkor ezt nem tettük a 6-os prioritás közé, ahol nagyjából a remélt forrásokkal összevetve kellett a pályázatainkat meghatározni, mert turisztikai vonatkozásában egyfelől nem találtunk olyan jó fogást és a célt, amely belefért volna az adott viszonylag szigorú keretek közé. Másfelől ennek a pályázatnak volt egy beadási határideje, ez március 7-e volt. Arra az időpontra mi nem tudtuk ezt előkészíteni, így a előkészítő stáb akkor ezt félretette, illetve akkor nem tervezett turisztikai vonatkozású topos pályázattal. Ami miatt ez most mégis előttünk van, egyfelől a pályázati beadási határidőt megváltoztatták, és május 29-re, valahol benne van, megváltozott. Másfelől az előkészítő munka során az látszik, hogy a pályázatok kidolgozása során, abból a 6 pályázatból vélhetően még marad, jobb szót nem tudok, forrásszerzési levegőnk, ezért érdemes ezt megkísérelni, hogy ez bennünket megillessen, ami ez a járási keretből településekre virtuálisan leosztott vagy vázolt keretet illeti. És ami miatt egy turisztikai pályázat van előttünk, az egyébként nem új keletű, hisz a
A szándékaink, céljaink között, amire akár a gazdaságfejlesztési programunk és az ITS is utal, van egy olyan érintett ingatlan, amelynek a fejlesztését szükségesnek, indokoltnak gondoljuk. Ez a város főterén lévő, ma nem közösségi vagy önkormányi tulajdonban lévő volt városháza, vagy korabeli városháza, korábban, vagy volt tarkabarka épülete, amelyre mi azt gondoltuk előkészítőként, hogy majd egy másik pályázati konstrukcióban, a vidékfejlesztési program kereteiben, és majd a jövő évtől készítünk elő forrásszerzést, pályázati lehetőséget, amely vidékfejlesztési programok egyébként a támogatási intenzitása, az elérhető vagy megcélozható források a nagysága alacsonyabb, mint ebben a topos pályázatban, mint lehetőség fennáll. Ilyen körülmények között azt javaslom, hogy az eddigi 6 topos pályázatunk mellé készítsünk el és nyújtsunk be egy 7-et, ez a turisztikai vonatkozású top 1-2-1-es pályázat, amelyben a Tarkabarka épületére vonatkozó elképzelés megvalósítását bontanánk ki, amelynek fő célkitűzése, és nem a teljes programot mondom, az, hogy ennek a városnak a főterén lévő épület a város meglévő felújított korszerűsített épületeihez illeszkedő állapotba kerüljön. Mondhatnám azt is, hogy korabeli állapotába rekonstruálva, külső kinézetében, műszaki beavatkozásaiban, belül pedig megfelelő funkcióját adva neki, találva, a korábban már igényként megfogalmazott célokat teljesítve, nevezetesen, hogy az évek során összegyűlt kulturális értékeink, néprajzi gyűjteményeink végleges, megfelelő körülmények közé kerülhessenek, bemutatható, vendégek által is megtekinthető körülmények közé. A helyi értéktár és a evel együtt létő bizottság feladatai között ennek a helyi értékeknek a bemutatható és nem csak tárgyi értékekre, hanem szellemi értékekre létrejött helyi értékekre vonatkozóan, akár Barankovics hagyaték, akár Görömbei szellemi termékeinek egy olyan helye, amely ebben a városban megítélésem szerint, de mások is ebben egyetértenek, hiányzik, és ehhez szükséges egy turisztikai vonulat, mint a szakmai program részeként kibontani és megalapozottan bemutatni, az pedig egy tájékoztatási, információs, turisztikai tájékozódási szolgáltatás, amivel talán ez a program teljessé és a felhívás előírásainak is megfelelve kidolgozhatóvá válik. Erről szól ez az előterjesztés, amelyben tehát az első lépés az, hogy a testület erről döntést hozzon. A következő lépés az, hogy néhány nap múlva ez a támogatási kérelem a szükséges dokumentumokkal benyújtásra kerüljön, és azt követően 60 nap áll arra rendelkezésünkre, hogy ezt részletesebben kimunkáljuk, kidolgozzuk, a szükséges hiánypótlásokat teljesítsük, és azután kerül ennek a pályázatnak a bírálatára sor. Megjegyzem, mielőtt ez kérdésként felvetődne, amire utaltam, ez az ingatlan jelenleg nem közösségi vagy önkormányzati tulajdonban van. A döntésünkkel együtt jár az is, hogy ennek az ingatlannak a tulajdonba kerülésére szükséges megtenni a kezdeményező lépéseket. Ezt egyébként részben már megtettük, de mivel ezek az információk már a mostani tulajdonos üzleti érdekeit érinti, ezért avval a kéréssel fordulok a testület felé, hogy ennek a döntésnek a meghozatala pozitív, akkor erről a lehetőségről, vagy erről a továbblépési körülményről majd az átülés keretében belül nyissuk meg a vitát, és esetleg hozzunk döntést. Mert ennek az ingatlannak a körülményei, ennek az ingatlannak az értékbecslése a jelenlegi tulajdonos által az ő segítségével és közreműködésével rendelkezésünkre áll, de kifejezett kérése volt, hogy ez nem nyilvános anyag, nem publikus anyag, ezért csak az önkormányzat számára, a döntéshozói felelősséggel bíró képviselőtestület számára tette hozzáférhetővé, és ezt nekünk tiszteletben kell tartanunk. Tisztelt képviselőtestület, ennyi felvezető gondolatok után a bizottsági álláspontokat hallgatnánk meg. Elsőként a pénzügyi és gazdasági bizottság álláspontját. Bizottságunk itt a már megemlített tulajdonos által kért, úgymond nem publikusság miatt. Mi összekapcsoltuk a bizottsági ülésen polgármester úr kérésére
ezt az előterjesztést, és ezt mi zárt ülés keretében tárgyaltuk. Most kimondottan csak a pályázati felhívással kapcsolatos határozati javaslatra koncentrálva, bizottságunk a határozati javaslat elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. A Humánfatok és Ügyelmi Bizottság is tárgyal. Bizottságunk is elfogadásra javasolja. Köszönöm az előterjesztés tárgyalási vitáját. Megnyitom, akinek kérdése van, kérem, jelezze. Kíván-e valaki kérdést megfogalmazni? Nem látok ilyen igényt. Áttérünk a vélemények, javaslatok, módosító indítványok megfogalmazása. Akinek ilyen szándéka van, kérem jelezze. Igen, 60-i Zsolt képviselőtársunk kér szót. Magával a pályázat beadásával nincsen kifogásom, én is támogatom minden szempontból, viszont azt el kell mondani, hogy polgáron igen sok ingatlan található, akár kereskedelmi, akár lakhatási célra eladó, és ebben az esetben, ha esetleg a pályázatot elnyerjük, csak akkor vagyok hajlandó megszavazni egy ilyen vételt, amennyiben az valóban reális áron történik. Független attól, hogy az ingatlan felértékelő mit mond, a helyi viszonyokat is figyelembe kell venni. Sajnos én úgy látom, hogy az az ingatlan igen hosszú évek óta kiadhatatlan szinte. Nem szeretném, ha úgy járna az az ingatlan is, mint esetleg korábban a húsüzem, amit Ebek 30 adjára hagytak, és le van pusztulva. Félő ma azt látjuk, hogy az ingatlanokat, amiket nem gondoznak kellően, azok a pusztulás tárgyai lesznek előbb-utóbb. Tehát azért mondom, kifejezetten egy reális áron, nem ingatlan felértékelési áron, mert az ingatlan értékelő gyakorlatilag bizonyos adatokat vesz, bizonyos szempontokat, hogy ez a központban van, és ez mind emeli az értékét, de ez nem biztos, hogy a reális érték. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További vélemények. Igen, Stuba József kér szó. Annyit szeretnék elmondani, csatlakozva dr. Hatvani Zsolt képviselőtársam véleményéhez, és tiszteletben tartva természetesen az épület tulajdonosát, melyben zárt ülést kért, hogy egy 1836-ban épült épület, városi épületről van szó, és ha belegondolunk, hogy 1836-tól egészen a polgári járás megszűnéséig, 1970-ig, az községi tanácsi, illetve községi előjárósági, községi önkormányzati funkciót látott el, akkor ennek az épületnek az értéke, eszmélyi értéke, hangsúlyozom, felértékelődik. Viszont miután tudom azt, mert ismereteim szerint ez az épület úgy került annak idején, hogy az Áfész tulajdonába, hogy mondhatom azt, hogy jelentéktelen összeg, illetve egy nagyon, nagyon olcsó bartel üzlet keretébe, ezért én se gondolnám, hogy valami rettenetes árat kellene ezért fizetni. Nem tudom egyébként, hogy milyen a felértékelés, mire értékelte, de hangsúlyozom, ennek az épületnek eszmei értéke van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További vélemény. Igen, Olá József képviselőtársunk kérdezik. Tisztelt képviselőtestület, maximálisan egyetértek az előttem szóló két képviselőtársam gondolataival. Annál is inkább, mivel a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy más olyan értékes és úgy mondjam régi épület is van a városunkban, történetesen a Wolf rendőrkapitányság, jelenleg ugye a Portobály-menti víztartálkozási társulatnak a tulajdonába van, azzal a kitétel, hogy a legjobb tudomásom szerint le van jelzálogosítva az épület, és ha jól emlékszem, a történelem során polgáron az első emeletes házépületként épült meg, úgynevezett polonkai féle házként nevezték, és ismerik is, és annak is ugye nagyon-nagyon illusztris és központban levő, és nagyon szép, jellegzetes
építészeti stílusa van, és elég romos állapotban van. Tehát szívem szerint az is legalább annyira fontos volna annak az épület felújítása. Igaz, hogy hosszú távon szerepel a fejlesztési tervünkbe, de gyakorlatilag, hogyha mostan a fontossági sorrendet nézném, akkor én azt az épületet újítanám fel, annál is inkább, hogy nem megkérdőjelező annak az épületnek a műszaki állapota, addig még ennek az épületnek, a volt községház épületnek, hogyha ránézünk, és kicsikét elkeserít bennünket, mert hogyha a fa támaszokat kiszednénk, az magától úgy, mint a hátsó rész összedőlne. Jó lehet, hogy van egy úgynevezett műszaki vélemény róla, amelyben taglalja a polgármester úr, nekem ideadta, és meggyőződhettem, és meg is konzultáltam is erő építői szakemberekkel, hogy van esély arra, hogy a mostani modern technológiával, hogy tényleg úgy felelsen újítani állagába, műszaki állapotában, hogy az valójában hosszú távon az használható és a célra vezető. Tehát én magam is azt mondom, hogy a pályázati benyújtást maximálisan támogatni szeretném, de ugyanakkor adott esetben majd a döntés időszakában valójában az által, a korábban képviselő társaim által elmondott időzelben eszmei értéknek a figyelembevételével. Annál is inkább, hogy az adott cég, akinek a tulajdonában korábban már egy-két olyan önkormányzati, a 90-es években egy-két olyan önkormányzati lakást, épületet adtunk el, lásd, ahogy hívják oda a Kozmakerti iskolát is annak idején, eladtuk azzal a kitétellel és kicsikét úgynevezett humánus áron, hogy a szolgáltatás, lakossági szolgáltatás lát el, történetesen jelen esetben is egy kóp élelmiszerbolt működik, tehát mi akkor is toleránsak voltunk ezzel kapcsolatban, és méltányosan határoztuk el még az árt, ennek a kitételnek a szolgáltatási feladat ellátását illetően. Tehát jó lenne, hogyha majd annak idején netán szóba kerül az adásvételnek a dolga, hogy ezek a többi érvek mellett is, hogy már szóba a bizottságülésen, ez is figyelembe lenne véve, tehát ha így közös nevezőre tudunk jönni, akkor azt gondolom, hogy mindenki jó járt alapon tudnánk akkor ebbe a dologba előre lépni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További vélemények. Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárjuk, döntéshozatalt kezdeményezek. A képviselő vélemények, a bizottsági álláspontok is arra utaltak, hogy ezt a pályázatot a képviselőtestület támogatási kérelmet nyújtsa be. Aki tehát ebben egyetért, kérem készvenléssel szavazom erről. Egyhangúnak látom, ellene volt valaki, esetleg tartózkodott a szavazástól. Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 támogató szavazattal döntött a pályázat benyújtásáról. Következik a 7-es napirendi pont. A 7-es napirendi pont keretében javaslaton előttünk az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések vonatkozásában kiírt pályázat benyújtására. Előterjesztője a polgármester, előkészítője Németh Máté műszaki irodavezető, valamint a munkáját segítette két köztisztviselő, Vámosi Tamás és Léka Gyuláné. Megtárgyalta ezt az előterjesztést a pénzügyi és gazdasági bizottság is. Előkészítők részéről többletinformáció nem indokolt, az előterjesztő részéről pedig annyi, hogy szükségesnek gondolom ezt a pályázatot benyújtani. Ez egy hazai forrású, a 2016 évi költségvetésben rendelkezésre álló pályázati keret, nem nagy összeg, már az országos szintű keret, ugyanakkor az önkormányzatok számára lehetővé teszi belterületi utak, járdák, hidak felújítása címszó alatt, hogy bizonyos utakat rendbe tegyen. Ezt a pályázatot mi egyébként nem most készítettük elő, most csak aktualizáltuk. A tavalyi évben, aki emlékszik rá, ezt kidolgoztuk, és a Mátyás utca és a Kolozsvári utca érintettségeivel emlékeim szerint 700 méternyi szakaszon, és egy teljes aszfalt felújítás, aminek a vastagsága 5 cm lesz, és ez szükséges és optimális is, kerülne meghatározása, erre nyújtanánk be pályázatot, úgyhogy ebben egy 75%-os támogatási intenzitás van, így ennek a pályázatnak 15 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatása célja.
Erről szól ez az előterjesztés, és ennek a benyújtását kezdeményezzük a pályázattal, egyébként készen vagyunk, tehát a benyújtásra vár, viszont hogy ez megtörténhessen, testületi döntés szükséges, és ehhez segítségünkre volt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontja. Vince Attila, a bizottság elnöke következik. Bizottságunk a határozati javaslat két pontját elforrása javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, az előterjesztés vitáját megnyitom. Első körben a kérdések hangozzanak el. Akinek kérdése van, kérem jelezze. Kérdés nem látok. Vélemény, észrevétel, javaslat. Tervezél valaki, hogy vitát indít? Nem látok ilyet. Döntéshozatalt kezdeményezik a határozati javaslat két pontját javaslom. Elfogadásra, akivel egyetért, kérem készszervezéssel jelezze. Egyhangúnak látom, ellene volt valaki, tartózkodó szavazat valóban nem volt. Megállapítom, hogy a képviselő testület meghozta a döntést, 9 fő támogató szavazattal egyhangú döntésként, hogy benyújtjuk a pályázatot a Mátyás és a Kolozsvári utcák szakaszos felújítására. Ehhez kapcsolódóan a pályázathoz szükséges önerőt, a 4.414.000 forintot pedig a költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló 2016 évi fejlesztési tartalékok terhére fogjuk biztosítani. Reméljük, hogy erre sor fog kerülni, mert akkor azt jelenti, hogy a pályázatot megnyertük. Ennyi volt tehát a 7-es napirendi pont, a 8-as napirendi pont következik, a különfélék napirendi pontja, amelynek keretén belül nem jelzett senki megszólalási igényt. Én magam részéről sem tudok most hozzátenni ehhez a történethez különlegeset, úgyhogy a különfélék napirendi ponton belül, ha nincs más, akkor azt is egyszerű módon lezártnak és befejezetnek tekintjük. A képviselőtestület ülés nyilvános részén, annak valamennyi pontján túljutottunk, megtárgyaltuk. Köszönöm szépen az előkészítők munkáját, a képviselőtársaim bizottságukban és a mai napon kifejtett munkáját, és köszönjük a munkánkat, figyelemmel kísérő városlakók figyelmét, megtisztelő volt, hogy velünk voltak. A hivatalosan az ülés nyílt részét bezárom, a képviselőtestület zárt üléssel folytatja a munkáját, amely egy földhasználattal kapcsolatos kifogás elbírálására vonatkozik. Köszönöm szépen! Is.